miért kérdezed, hogy mit tegyek, aki későn jött közénk, de sajnos már lélektelen. Miért kérdezed, hogy merre jár, aki elvakultan indult, és most új csodákra vár? Miért kérdezed, mi vár még rád, tudod, hinni kell, hogy van remény, már nincsenek csodák. Miért kérdezed, mi lesz a tét, a költő így felelne rá, ha köztünk élne még? Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Van-e más, amiben hiszel, ha már nem marad semmi sem? Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Visz az út valami felé, amin nem volt még talán sosem. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Van-e más, amiben hiszel, ha már nem marad semmi sem? Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Visz az út valami felé, amin nem volt még sosem. Nincs új világ, a régi él tovább, de tudod, hinni kell, hogy van remény, már nincsenek csodák. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az 1956-os forradalmi szabadságharc 65. évfordulóján, amikor együtt tekintünk vissza azokra a csodálatra méltó történelmi napokra, amelyek meghatározták jövőnket. Fejet hajtunk hőseink, vértanúink előtt, akik életüket feláldozták, küzdöttek szabadságunkért, hazánk függetlenségéért. Nemzeti ünnepeink, augusztus 20, a keresztény állam alapítás, 1848. március és 1956. magyarság sorsának alakulásában legjelentősebb alkalmaink minden honfiktársunkat mélyen megérintettek, határon innen és túl. Hiszen az az értékrend, amely ezredéve meghatározta életünket, és a szabadságvágy, amely forradalmaink során előtört, s tettek formájában megvalósult. Adja mama az alapot, a biztató és biztos jövőt a következő nemzedétek számára is. Hála Istennek, sokan még köztünk vannak ma is, akik átélték azokat a felejthetetlen napokat. A szívszorító pillanatokat, amelyeket több évtizedig titkolni kellett, de ma már nyíltan és büszkén lehet beszélni valóban a történelmi eseményekről. Felidézzük a jól ismert helyszíneket, mozzanatokat, szinte most is halljuk a tömeg zúgását, a fiatalok lelkesen és spontán vonultak a pesti utcákra, egymásba karoltak, 1848 eszményeiből merítettek erőt és bátorságot. S bár forradalmaink elbuktak, népünk szabadság szerető nemzetként vonult be a világtörténelembe. A kegyetlen megtorlás idején és az azt követő több mint három évtized alatt is magyarok szívében titokban élt az ünnep, és immár 32 éve a közéletben is méltó helyére került. A forradalom szikrája a falunkban is lángra kapott, ahogy írja Albert Sándor, október utolsó szombatján a templomhoz vonult a lakosság. A himnusz hangja után messze csengett a budapestiek vidékhez küldött verses üzenete.
higgadtan, bölcsen, méltósággal élte meg a napokat a nép sorsához illő, példás magatartással, szívet lelket egyé olvasztó, mámoros örömben ember ilyen. Alsőcsön, azon a szombaton, Nagy Lajos lelkipásztor szónoklatát, Móroszka Gyula szavalata követte, november 4-én pedig a községben 8 fiatalember, Albrecht Sándor, Báró Béla, Bertók József, Botka Lajos, Decsi Károly, Kajdi Rudolf, Krén István, Tóth Gyula puskákkal, néhány lőszerrel vált a szovjeteket a falu végén. Azok szerencsérükre nem jöttek. Még a 80-as években is kutatta a politikai rendőrség, kik lehettek ők, de Alsős néma maradt. 1956 üzenete szabadságunkért és függetlenségünkért, kivívott demokráciánkért semmilyen áldozat nem hiába való. Tisztelet dicső vértanúinknak, hőseinknek. Felemelő szép ünnepet kívánok mindannyiuknak. A kenyér hangját hallom én, az apám szavát vallom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. A mező útját járom én, a gyárak súlyát hordom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. Széles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég, de egy sem föl vár mindig rá. A létem ezer fűszerét, a vigaszt száz kudarc után te nyújtod, ó hazám. Hitem a szerény büszkeség, múlt jelens jövő szól hozzám, ez itt az én hazám, ez itt az én hazám, ez itt az én hazám, ez itt az én hazám.